Sziasztok, srácok! Üdvözlök mindenkit! Hát egy ilyen vasárnapi külön kiadás, mégpedig a Ti kértétek rovat. A Superliminállal fogunk játszani. Hát, kicsit szkeptikus vagyok. Mármint a saját teljesítményemet illetően. Ugye ez a Superliminál egy indie puzzle game. És hát ezek a puzzle game-ek nekem általában nem nagyon szoktak jól menni. De hát majd meglátjuk. Eléggé elvont, ahogy így olvasgattam. Nem néztem videót róla, meg semmi ilyesmi, csak Wikipédián olvastam utána, hogy ez egy puzzle game, ami így a optikai csalódásra épít. Na hát, meglátjuk. Indítsuk is el. Remélem jól fog működni. Még nem indítottam el. De majd beállítjuk, megnézzük. Ha esetleg hangos, akkor semmi gond. Picit halkítok rajta. Tényleg még nem indítottam el a gémet. Na, hát elvileg itt is vagyunk. Kés. Gameplay. Angol. Jó, ilyen szenzit meg ilyesmit majd állítunk, hogyha ott vagyunk. Oké, és hát a grafika meg mindig igazából állítólag nem egy olyan nagyon vészes game így grafika szempontjából, de hát majd meglátjuk. Hát Ctrl-t is majd akkor, hogyha odaérünk. Jó. Na, hogyha valami hangos, halk, nem hallani, bármi ilyesmi van, akkor szóljatok, és akkor állítunk majd rajta. Na. Hát akkor kezdjük. Are you filled with feelings of self-doubt? Do you find yourself prone to minimizing massive dilemmas? Or for allowing the smallest problems to get blown completely out of proportion? At the Pierce Institute, our patent-pending Somnisculpt technology provides safe and effective dream therapy while you rest in the comfort of our flagship clinic. Located right next to the secondary overflow parking lot at the University Medical Center. That's okay. Somnus. That's again. We'll make your dreams come true. Tehát az egyetem parkolójában van. Okay. Jó, tehát ha jól értem, akkor egy álomvilágban leszünk. Jó, hát így tudunk mozogni. Oké, és illetve az egérrel nézelődni. Alá is írtuk. Hát elolvasni nem tudom. Jó, hát menjünk. Sok bábúk. És itt tudjuk vinni. Meg... Mi történt? Hűha. Perception. Is reality. Grab. Hát.
És akkor ezt is meg tudjuk fogni. Atya ég, srácok. Jó. Oké, itt tudunk ugrani. Jó. Hát ez ilyen tutoriál. Terms of service accepted. Congratulations on falling asleep. Welcome to Somnasculpt. Your progress may be monitored by qualified specialists. This orientation will adapt you to eyelids, our interactive, lucid induction dream state in which you retain full consciousness and control. Tehát a jobb klikkel lehet forgatni. Ja, értem, oké. Okay. Jó. Na. És akkor mi van itt? Csak tábla. Bábúk. Hát nem tudom, mit csináljak itt most. És ez így össze is megy amúgy, hogy... Ah! Tehát ha így messzire rakom, akkor megnő, amúgy meg ha közelre összemegy. Szevasz, para. Hello, Ninja Raccoon. Jó, hát... akkor itt most itt pakolászak, vagy... Hangszólót nem lehet arrébb rakni. Ó. Mondom, arra kell tovább menni. Hogy másfél nem nagyon lehet. Igen, para, olvastam Wikipédián, hogy ilyen... optical illusion. Nem sikerült. Hát gondolom valamit rá kéne tenni. De gondolom ezt átvinni nem tudjuk. Igen. Na jó, de... Itt nincs semmi. Ha. Azt meg lehet fogni? Á! Ah. Oké. Okay. Meg is vagyunk. Pillanat. Bocsi csak. Belóg a chatbe az OBS. De most már jó is. Gondolom ilyen... Akkor ilyen checkpoint rendszer van, akkor ment. Jó. Oké, tehát a táblák igazat mondanak. Jó, jó, jó. Oké, köszi, közben hidratálok. Na.
Hát akkora kéne, hogy föl tudjak ráugorni. Oh, szuper. Aha, és ott ment is látom a jobb alul tipon, nem látjátok, de ott a kis floppy ikon, hogy ment. Confirmed. You can move freely, interact with surrounding objects, and listen to messages from your patient care team. Please note that I am the standard orientation protocol, and that my voice has been explicitly chosen to remind you that I am not a part of your patient care team. I do not care. I do not care. Okay. Jó, srácok, ez itt a másik dolog. Erre majd figyelni kell megint csak. Hát nem tudom, hogy ezekkel kell valamit csinálni. Még menjünk tovább. Ott egy bábú. Ott meg egy gomb. Ezt óvatosan kellene, hogy elcsináljuk. Túl a gyalom, oké. Menjünk is tovább. Nem elég mi? Szerintem így jó lesz. De oda kell tenni. During eyelids, you will lose the ability to awaken suddenly due to realizing that this is a dream. Evidence: I have already informed you that this is a dream. You did not wake up. Please complete the remaining orientation activities. Ez akkor lenne igazi, hogyha a valós időt mutatná. Csak szólok. Egy hatalmas kocka és egy nagyon pici gomb. És ha erre megyek, akkor mit csinál a játék? Warning! You have deviated from the orientation pathway. At the Pierce Institute, patient safety is a key node in our corporate priority tetrahedron. A variable degree of force can and will be authorized to ensure patient safety. Please return to the orientation pathway. Nem akarunk lövöldözni. De szerintem, hát lehet, hogy majd megyünk arra is. Oké. Ott van egy kocka lent. Ott meg egy gomb. Hát gondolom, akkor oda kell vinni a kockát. Úgy igen, para.
Ez most az, hogy nem fér oda be még, ugye? All environments perceived during eyelids should reflect a typical mental state. If you believe your mental state was compromised by Somnasculpt, please provide a comprehensive, rational explanation in your post-procedural survey. Completed surveys may be eligible for a gift card. Mi van? De ha no object se arra, se arra. Ó. Oh. Oké, tehát akkor oda objektet már nem szabad bevinni. Hát ezt meg gondolom át kell ott hajítani. Mármint, hogy... Pű. Hát valahogy így. Tovább. Ó. Közpara. Hűha, itt már nagyon sok folyosó van. Ez már így nagyon veszélyes. Itt el fogunk tévedni. Hűha. Jó, menjünk. Ó. Oh. Tehát mindkettőt nyomni kell egyszerre. Ezt így meg kéne... Tökéletes. Megyünk, mint a távirat. Please stand by for polite recognition on your completion of the Somnasculpt orientation. You did it. To maximize the time allotted for your therapeutic journey, please do not delay in proceeding through the final doorway as indicated. De ott fal van. Ó, egy sajt. De hol lehet itt kimenni?
De arra nem szabad menni, vagy... Na, hozzuk el ezt a sajtot. Csak hát mit csináljunk vele? Ott biztos nem férünk el mi. Mert ha ide ráteszem ezt a sajtot... Itt... Tehát ez egy fal. Ezen nem tudok kimenni. Valahogy ki kéne dönteni azt a falat. De itt most tilosba járok, nem? Hát erre nincs semmi. Jó, hát akkor arra megyünk. Hát ez az para, lelőnek. Abban meg nem vagyok jó. Már hogy... Nyilván abban nem, hogy lelőnek, de hát visszalövésbe se nagyon. Hát mindegy, menjünk erre. Oh-oh. Most akkor fölébredtem, vagy nem? Ne se tudja. F szoba. Nem tudok bemenni. Ez személyzeti. Hát tűzriadót ne csináljunk. Vagy hát még egy előre. Hát érdekes, hogy hajnali háromkor, de... Ez van, nincs a rákul. Hát lehet, hogy megy a vonata, korán reggel megy Budapestre. Folyosó. Oké, meg ott gondolom ki lehet menni. Akkor nézzünk el erre, hogy itt mi van. What? Hát akkor erre nem lehet jönni. Akkor jövünk erre. Bocs. Jó. Ott is van egy ilyen ajtó. Gondolom majd azon is ki lehet menni. Jó, bocsi, majd kiszámlázzák. Hmm.
De kis cseles. Oké, és akkor itt a checkpoint. De sehova nem lehet bemenni. Azt meg lehet fogni. Ne felejtsük el. Csak hogy mit csináljunk vele. Meg ezt is meg lehet fogni. Akkor ilyen kifel... Aha, jó. Azokat meg lehet fogni. De erre sehova egyik ajtón se lehet bemenni. A tűzriadót továbbra se akarnám megnyomni. Ja, a zene az nagyon kis chill. De vajon arra kell tovább menni? Gyanús. Megnézzük. Aha. Vagy menjünk fel oda. Hát nézzük meg előbb ott mi van. Gyanús, már elhallgat a zene, akkor szerintem az azt jelenti, hogy tilosba járok. Nem akarom leverni a festéket a falról. Szokni kell még ezt, hogy is van. Hát egy ekkora szerintem ide elég lesz. Megpróbáljuk. Nem, nagyobb kell. Meg nem jó a lejtése. Talán. Ja. Most ha följöttem ide a semmiért... Ja. Hát igen, drága terápia lesz. Hát mindegy, menjünk erre. Más ötletem nincsen. Csak tényleg félek, hogy itt le fognak lőni egy nagy rakétával. Jó. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to talk to you about being special. So special, in fact, that we have no idea where you are. But not to worry, we're working on it. Az igen. Fogalmuk sincs, hogy hol vagyok. Hát őszintén nekem se sok. Jó, hát... Mondom, ez... Meglepődnék, ha ugyanoda vezetne. Minek van akkor itt két ajtó? Na mindegy. Jó. Hát gyanús, hogy majd arra kell tovább menni, de... Nézzünk szét. De fura. Ilyet ne csináljátok. Nem szabad kinyitni.
Hát mondjuk az igaz ninja rákon, IK-n is két ajtó van, mindkettő ugyanoda vezet. Milyen poén lenne, már az egyik nem oda menne. Nem egy alternatív IK-ra. Hát ja. Hát mondom, megnézem már, mert olyan fura. És egy kis kocka, így. Gondolom, akkor ezt kell ide tenni. Ja. Jó, akkor ezekre is figyelni kell. Ott is ott van egy kocka. Csak valami hiányzik belőle. Hát mi az, valami virág, valami. Jó, és ha most ide jövök. Tökéletes, tökéletes. Jó, de ez ilyen fura kocka, mert a belseje, vagy hát az egyik fele hiányzik. Jó, hát gondolom megint erre kell akkor tovább menni. Hogy néz ki a másik fele? Ó, akkor erre föl lehet ugrálni, gondolom. Azért ilyen. Szuper. Ez mindenhol ott van, nem merem meghúzni. Hát majd valószínű ezt kell használnunk, ezt az ajtót. Csak ezt nem ebből a perspektívából kéne, hanem onnan föntről. Szóval akkor föl kéne menni. De hogy menjünk föl? Jó. Vagy ezt hozzuk magunkkal? Hát... miért is ne? Oké. Hát így már itt vagyunk. Perception is reality. Meg is, segít egy kicsit a játék által, hogy oda megy, tehát így nem nyúlok hozzá, és így kicsit segít. És ott, hát ez kurva jó, és ott ki tudunk menni. Zseniális. Jó, hát akkor menjünk tovább. Aha, ha így bejövök így a backstage-be, mindig elhallgat a zene. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and I'm just popping in to give you a quick update on where you are. No. We still don't know, but please keep moving forward, and hopefully you prefer frequent updates to being reminded that you are completely lost. Köszönöm. Ez mindenképp fontos. Jó, hát itt is ilyen olyan dobozok. Villanyóra.
Ez egy sok figura lesz. Csak nem innen. Hanem egy másik perspektívából. Valószínű innen föntről. Ja, valahogy föl kéne oda menni. Az ott egy kocka? Igen. Oké. Hát gondolom erről kéne felugrálni. Lehet, hogy ez így nagy. Nem, pont jó. Oké, és na és akkor leszedjük ezt a sok figurát. És arra mehetünk tovább. Nem tudom, hogy oda menjünk-e föl esetleg. Hát, ha föl tudunk persze. Már közel se biztos. Nem, azt még nem. Stanley Parable-t még nem. Na jó, menjünk tovább. Még mielőtt ez a gáz vagy mit megmérgezne. Jó, hát most kijöttünk a... az épületből. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and we still can't find you. But you should now have access to a series of elevators that should trigger your subconscious to gradually wake you up. You should also find a variety of emergency exit signs that should lead you to them. Will all of this work? Absolutely. Hát, sokkal nem lettem okosabb, azt mondja, hogy menjek az exit fele. Ez ilyen hotelzene, amúgy. Reméljük, hogy majd a YouTube is úgy gondolja, amikor töltöm föl. Lift zene. Ninja Raccoon. Ah, mert van olyan, nincs olyan. Bocsi, ezen most nagyon jót rögtem. Vacsora Renátóval. Na de koncentráljunk. Fura az a hold. Á. Oké. Na jó, de mit csinálják vele? Mi rajta ez a pöcök? Ó, vannak rajta... Ó. Kis műtyűrök. De jó. Hello. My name is Dr. Glenn Pierce. In the event that this elevator does not wake you up, please don't interact with anything that strikes you as psychologically significant, as we will no longer have any way of controlling it. For example, if you see your parents, please punch them in the face as hard as you can and immediately run away. Na jó, szerintem erre, mintha innen hiányozna valami. Na mik vannak itt? Azt mondja, hogy van sajt, van dobókocka, márha ez az. Van egy valami cukormentes üdítő. Itt van Glenn. Mi ez? De ez nem az ajtó.
Na várjál, arrébb rakjuk innen a holdat, mert ez itt útban van. Hát nem vagyok építész. Srácok, ennyi. Ennyi. Aggódom, ezeket nem tudom, hogy itt kéne elhagyni. De mindegy. Majd visszajönk érte, ha kell. Így van, ez most ilyen jó van, az úgy volt. Hát itt a lift. Menjünk be. Az igen, nem látszódott a tükörképünk. Na már 4 óra van. Hűha. Na most akkor újra? Továbbra se tudunk bemenni ide. Hát ez ilyen amúgy. Repül az idő. Felkalsz, ha becsukod a szemed egy percre, eltelik 2 óra. Na, egy ilyen szóda jó lenne. Menjünk tovább. Eddig nem itt. Jó, most akkor valószínű máshol vagyunk. This is an automated message for all patients who attempted to use an alternate pathway to access the next phase of Somnasculpt therapy, but who have become trapped in a dream state paradox instead. Your decisions imply a failure of orientation, which reflects negatively on the standard orientation protocol. You will rectify this failure immediately. Ne már. Ez egy dobókocka. Tehát ide nem szabad dobókockákat behozni. Vagy dobókocka veszély van. Még az is lehet. Tehát akkor most le fognak lőni, vagy ilyesmi? Na. Szerintem arra kell majd tovább menni. Csak kurátorok. Kapcsolási rajz. Jó. Na nézzünk szét, mi van itt. De utálom ezeket a szemkápráztatóval, amik 91 van. Az igen. Ó! Egy dobókocka. Adjunk ez így még kicsi. Nem, pont jó. Valaki eldobálta a poharat. Menjünk tovább. De ez így megint nem egy bo... Ezt most tönkretettük, vagy ez alapba kettőbe volt? Hát mindegy. Itt is van egy.
Bocsi. Vagyunk, hogy lehet arra is menni. Minden tönkre teszek. Szerintem ezt nem véletlenül jelzi nekünk. Igen, és erre nem is lehet menni. Ja. Ez nem a mi szobánkkal szembeni szoba? Körbe-körbe megyek. Professional tip, the average adult can only withstand 3 to 5 dreams per night. Once this threshold is eclipsed by entering more dreams, your mind will suffer an explosive mental overload, reorienting you for the emergency exit protocol. Please subject yourself to explosive mental overload. Explosive mental overload. Overload. Egyértelmű. De fura alakja van ezeknek a dobókockáknak. Vajon miért? Na. Mindig tanakodok, hogy hozzam-e magammal. Na. Ez egy érdekes puzzle. Tehát ezt lehet erre, meg vissza. Ezt föl le. Jó. Hogyha teljesen elhúzom, akkor azt már nem fogom tudni nyilván kihúzni. Minden esetre érdekes. Rárok nem tudom. Jó, hát azt ott hagyjuk. Akkor kellett volna ott maradni, amikor sikerült. Maradjon ott. Please note that a reluctance to volunteer for the risks associated with explosive mental overload implies a misunderstanding of all other solutions, all of which are far more traumatic and likelier to result in catastrophe. I am not capable of suboptimal suggestions. Please exit this dream as soon as possible. Hát kösz, igyekszem.
Ó. Basszus. Tönkretettük. Ez is szét fog esni. Mindent tönkre teszek. Jó. Itt van egy kocka. Hát gondolom arra kell tovább menni. És akkor hozzuk is. Francba. Jó. Atyaig. Hát itt most ugorjunk le. Mondjuk fall damage talán nincs. Végülis az álmunkba is sokat zuhanunk. Hát menjünk. Erre már volt. Nem erre kell jönni fog, hogy igen, itt a lift. Vagy mégis erre kell jönni? Hát másfele nem tudok. Hát akkor menjünk. Tehát most ott vagyunk. Banán. Jó, menjünk. Megint nem látszódik a tükörképünk. Kaszinó reklám. Kövi pálya. Á, már 5 óra van. Hát lassan reggel van. Amúgy ilyenkor már én ébren szoktam lenni néha. És akkor most újra. Ah. Hello. My name is Dr. Glenn Pierce, and despite touring the Waterfall Serenity Zone in the previous section you've just completed, you may still be experiencing feelings of worthlessness and self-doubt. Why do I feel like everything is going wrong? Even when the sun is shining. Köszi. Oké, és tehát valami ilyesmi a lényeg, hogy ne legyünk negatívak. Elmentne ilyen olcsó motivációs trénernek, mint a Szabó Péter, vagy hogy hívják. Na, még az áram is elment. Le van zárva az út.
Ugye nem lesznek benne ijedős részek. Oké. Hát itt megyünk végig a raktárakon. Ó. Nem Steamen vettem meg. Danger. Jó, hát ne nyúljak el a konnektorba. Oké. Ezeket lehet pakolászni, ezeket a palackokat. Gondolom majd óvatosan kell. Mert arra kell menni tovább. Jó. Csak nehogy valami baj legyen. Na menjünk. Lehet, hogy elmegyek egy csomó ilyen rejtek ajtó meg ilyesmi mellett. Vasárnap bab. Ez fontos. Hát igen, én is a vasárnapit, ha már lehet választani. Jó, hát te bejöttünk ide, de... És visszafele nem tudunk menni. Jó. Nem látok semmit. Ez miért ilyen fekete? Semmit nem lehet megfogni. És amarra is tudunk ilyet? Semmi ilyesmi nincs a rákunk, semmi ilyesmi. Én? Hát jó. Végül is. Nem ijesztő. Nem. Mászkálni a sötétbe.
Jó, arra nem tudunk menni. Ó! Oh. Kicsit recseg. Vagy onnan már át lehet ugrani? Netán. Hát, na most vagy nem lehet átugrani, vagy én vagyok a totál béna. Újra. Mert erre, ja erre is lehet jönni. Ah. Ah. Jó. Akkor rossz fele mentünk. Jó, hát gondolom akkor ez egy rémálom. Gondolom. Szevasz, Dufesz. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to talk more about the feelings of worthlessness and self-doubt I mentioned before. You feel this way because you want the kind of happy life you see all around you. The kind you know everyone else is enjoying. And that's exactly why we're here to help. Itt van József. Sok figurák, de nem tudjuk vinni magunkkal. Van cukormentes üdítőital. Hát gondolom itt be kell menni a sötétbe. Igen. És akkor itt tipre? Vagy hogy? Hát ott egy nyíl. Hát akkor itt menjünk arra? Nem. Hát hogy menjünk tovább. Fizikailag nem látok semmit. De ez itt egy nyíl, azt tuti. És jobbra mutat. Most odállok, és elindulok jobbra. Semmi, neki megyek valaminek. Vagy ugorni kéne. Tényleg, fizikailag semmit nem látok. Gondolom a játéknak ez volt a célja. Ó! Oh! Ó! Oh! Oké. Okay. Így megvan. Jó, és arra megyünk. Warning. You were advised to subject yourself to explosive mental overload by descending into additional dreams, but have now descended into a dream within a dream instead, disorienting yourself even further. You are responsible for failing to make this crucial distinction. Én rontottam el, igen. Jó, menjünk tovább. Tehát már egy már az álmunkba is álmodunk. Ez nagyon ilyen Inception. Oké, ott van egy kijárat kis lámpa, vagy jelző, nem tudom mi a hivatalos neve. Valószínű azzal kell valamit csinálni, de mit?
ki kell ütni vele azt a deszkákat, vagy... Mondjuk legalább van lámpánk. De erre nincs semmi. Tűj már el! Jó, ez meg már túl nagy. Nem, szerintem nem így kell. Nem, biztos, hogy nem. Más meg itt szerintem nem volt. Na. Tehát itt más nincsen. De tudja, erre kell menni, csak... Csak hogy? Kéne egy bajszer. Ne, semmi olyasmi. Visszafele fölösleges menni általában. Így van. A megoldás itt van ebbe a szobába, szerintem. Csak nem látom, hogy mi. Hogy valamit ez a exit sign-nal kell, mert amúgy nem adná oda a játék. De erre meg nincs semmi. A védését? Para. Ez kegyetlen volt. Na, hozzuk magunkra ezt a vackot. Legalább itt világítunk egy kicsit. Na, most kurva sötét van. De mondjuk mondasz valamit, hogy ha le akarom verni, akkor a szelet nem erő kéne. Kérdés, hogy egyáltalán le kell verni. Ez így biztos nem jó. Köszi Ninja Rákun a biztatást. Hát dufesz. Én ennek nem dőlök be.
De hogy visszadobjam, most ne sértődj, hogy meg nem azért mondom, de ugye, hogy aki a chatbe hülyeségeket mond, azon pedig a Ctrl+W szokott segíteni. De nem azért mondom tényleg. Na visszajövök egy kicsit, de itt nyilván le van zárva. Ja nem, nincs lezárva. De hát nyilván erre nem tudok menni, ott baromi sötét van. Esetleg a sötétet, tehát, hogy legyen fényünk, el tudom hozni, és akkor körül tudunk nézni, de... De lehet, hogy itt ki se tudom hozni. Ja de. Aha, itt viszont már nem tudom átvinni. Ja. Csak a fény kellett. Jó. Itt nem tudom áthozni, igen. Jó, hát itt... Erre nem tudok jönni, mi? Na. De a kijárat erre van, azt jelzi nekünk a tábla. Most egy jó pici tábla lett. Jó, tehát erre kell jönni, az tuti. És itt az ajtó mögött fal van, tehát nem erre kell jönni. Hát igen, para, most ha valaki ki akar menni, akkor már nem, akkor el fog tévedni. Jó. Megpróbálom úgy letenni ezt a nagy táblát, hogy bevilágítson itt nekünk. Did you know that unintentional multi-dream layering occurs in less than 1% of patients? This correlates strongly with the 99% of patients who are able to follow simple instructions from the standard orientation protocol. Köszönjük az információt. Valaki itt répát evett. Tehát, hogy deszemeteljünk. Hát jó. Idea. Generator. Tényleg csak festék. Jó, hát ez egy étterem.
Hunyha. Jó. Nagyon sok festék. Rengeteg festék. Arra tudunk tovább menni majd. Még ide föl tudunk menni. De sok értelme nem volt. Menjünk tovább. Megjegyeztétek? Akkor mehetünk. Reméljük semmi fontos információ nem volt rajta. És a lift. Mehetünk. Kb. Mint előadáson. Jó. Okés. Az bőven elég. Törölhetem? Hűha! Valaki túlbiztosítja magát. Ez amikor beállítasz 4-5 ébresztő órát. Jó. Na, még mindig az F szobába vagyunk. Szerintem ez így is lesz. Jó. Ez még mindig működik. Visszatértünk a gyökerekhez. Nem már, hogy lecsavarozták. De bunkók. Most mit csináljak? A konnektorok is csak néznek, hogy de balfasz. Na bocsánat. Nem merem meghúzni továbbra se. Igen, azért, mert amúgy csak rongálok. Jó van. De ráugrani rá tudok. Azt se tudom most levenni. Tudok-e valamit hozni? Mire jó egy ajtó? Az ajtókat nem csavarozták még le. Jó, arra is lehet menni. Nézzünk el ebbe erre. Thank you.
Okay. Attention. Dr. Pierce requires you to note the following risks of dream overexposure. Significant memory loss, both quantitative and qualitative. Hallucinations of dreaded or annoying objects. Túl álmodás. Unrealistic beliefs about the lengths of hallways. And other side effects which have not yet been discovered or which cannot be understood. És akkor most itt fog pittyegni? Jó, hát oda kéne följutni, gondolom én. Igen, nagyobb kell. Na de ezt most akkor hogy? Akkor előről, ugye? Előről. Köszi, Dufez. Meg lesz az csak. Nem, hanem messziről. Mondjuk ez nem elég nagy, hogy ez a leghátsó legyen. Ezt ide tesszük. Hát még lehet, hogy ez se elég nagy. És klónozunk még egyet. Ezt megint elrontottam, fogadjunk. Nem lennék jó lakberendező. Hát... még akár jó is lehet. Tökéletes. Oké. Smiley lett a célkeresztem. Most meg karika. Na. A világ legnagyobb almája. Igen, amikor a kód egy katyva, az de működik pontosan. Hát ez ki kéne innen valahogy. Hozzuk ezt a nagyot. Már majdnem leesik.
Jézus. Jó. Ott egy ventilátor, itt egy nagy alma. Ott egy lejtő. De honnan fújja? Hello, Mark Boy. Jó, hát ott fönt volt egy gomb. Ide csak alkalmazottak mehetnek be. Ide csak kurátorok, lehessen az bármit. Jó. Ide is csak alkalmazottak. Jó. De fönn nincs semmi. Gondolom az almát föl kéne tenni a gombra, nem? Ó. Tehát nem lehet fölvinni. Ez áll egy helybe. Hát igen, dufes srácok, ez valaki rájön egyből, valaki meg tényleg órákat vacakol vele. Jó, hát ide kéne egy alma. Ezért fújja el. Aha. Jó. Tehát nem így. Hát de föl... Úgy se lehet fölgurítani. De azt értem, hogy itt elfújja a ventilátor is, de...
Hát de most meg se tudom fogni a... az almát, mert csak klónozódik. Istenem. Igen, köszi amúgy a súgást, hogy igen. Warning. Dr. Pierce is frantically submitting numerous spelling and grammar mistakes into the standard orientation protocol in a desperate attempt to counsel you. I have no subroutine to correct these errors, but I cannot compromise the integrity of the standard orientation protocol. You will not receive these messages. They would not make sense regardless. Hát, igen. Jó, menjünk tovább. Jó. Eddig rendben vagyunk. Attention. Dr. Pierce continues to input significant errors. I will interpret his basic ideas. Hello. My introductions are redundant. I am a real doctor who went to doctor school. VR has never been a mistake. I can help you, but I also do not know how. Transmission ends. Jó, menjünk tovább. Kértünk az italautomatából egy italautomatát. Tudom, hogy hozni kéne magunkkal, de... Oh. Hello. Name is my Pierce Dr. Glenn. To the Somnisculpt Welcome Experience, team of your care leader Patient Years 10 Development. Condition struggle you whatever with? Professional invention. Edge science with cutting, a tomorrow can bright. And buts, no ifs or, look good. Kösz, haver. Minden szavadat értettem. Oh, lift. Ez miért van itt? Ilyen loading screen csináltam már én is. Tovább ment, mint 100%. Reggel 7 óra. Már elkéstem a munkából. Jó. Úgy tűnik, hogy erre nem lehet jönni. Igen, Markboy. Az ébresztő már maga egy horror. Itt megy valami vetítés. Popcorn, kóla, mehetünk. Hát egy ilyen mozi szobát én is elfogadnék itthonra. Maradjunk annyiba. Hello.
My name is Dr. Glenn Pierce. This is a notification that you have reappeared on our monitoring system after a prolonged absence. Ennek örülök. Please continue to do whatever you did most recently, and discontinue whatever you were doing immediately prior to that. Jó. What? Ja, jó. Jó. Megint itt vagyunk. Rendben. Na jó kis házikó. Kartondobozból. Körülnézünk. De sejtem, mi a teendő. Innen lehet beszélni. Ennyi. Tú, de nagy. Dufesz, remélem nem lesz ilyen. Látom, hogy arra kell tovább menni. Olyan nagy minden. Túl nagyra csináltam a házat. Jó. És... Ja, erre kell jönni, az tuti. Nem félek át. Vagy nem csináltam elég nagyra a házat? Most ezen gondolkodok. Az igen. Az már egy jelkábel. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. In addition to continuing and discontinuing as mentioned earlier, please also disregard any unsettling experiences that you may have recently had. Everything should have now reverted to being soothing and therapeutic. If this is not the case, you may be receiving this message in error. Hát jó.
What? Hát de ha ki van húzva... Na jó. Tudom, egy álomba vagyunk. Jó, hát akkor valószínű arra kell tovább menni. Van egy ventilátor, amit tudunk használni. Akkor ezt a ventilátort kell használni. Na most, hát az talán egy hülye ötlet, hogy fölfújatom magam oda. Na gyere. Ó! Megint tönkre fogok valamit tenni. Jó, 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 elég lesz, elég lesz. Hát most már mindegy para amúgy. Tehát... Hát ez zseniális. Most adjuk attól félek, hogy túl nagy lett. Mert látjátok, minden olyan nagy. Oh. Még lehet, hogy nem elég nagy. Na, beférünk? Beférünk, ez az. Ó, és a öltöző. My name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to read you my favorite inspirational quote by me. The worst thing you can do is focus on negativity. It won't spare you from the cage of death, the pain of disease, the cruelty of time, the cold shell of human nature, or the eventual loss of everything you've ever held dear. Whatever you do, don't focus on that. Kösz. Tehát ne gondolj rá. Az nagyon fontos. Ha nem gondolsz rá, akkor rendben van. Ó, egy ugrálóvár. Kicsi. De akkor meg nem tudok felugrani. Igen, így nem tudok felugrani. Mondjuk...
Ez megint jó nagy lett. Jövünk itt a szellőzőbe. Ja, hogy arra kell menni. Akkor tovább kell, megint nagyítani kell rajta. De innen hogy? Ja, értem. Nem. Még mindig nem jó. Vagy nem így kell. Hogy fogok oda följutni? Nézzük meg most, hogy áll ez a dolog. Aha. Hát oda kéne valahogy följutni. De itt erre sehol semmi érdekes. Hogy még nagyobbra kéne itt. Így meg nem tudok felugrani oda. Shit. Jó, hát ott kell bemenni, az tuti, és ott nézünk ki. Tudom olyan nagyra növelni, hogy jaj. Na, most jól elrontottam. Már is isti. Bénázok itt. Még mindig nem jó. Túl nagy. De az előbb hogy mentem oda föl? Igen. Én mentem össze. A szomorú lenne. És én nem tudok felugrani. Na, most jó.
De megint nem tudok felugrani. Én egy checkpoint restart. Jó, hát... Oké. Közben Isti, köszi, hogy szóltál. Na, akkor újra. Gondoljuk végig, ugye... Oda be kell mennünk, azt tuti, tehát meg kell nagyítanunk ezt a kastélyt. Vagy ugrálóvárat, ahogy tetszik. És... első lépésbe... De valóban most nagyobb vagyok. Most, hogy nézem. Ja. Úgyhogy... tehát első lépésben megnagyítjuk annyira, hogy oda föl tudjunk menni. És utána még egy lépésben megnagyítjuk, hogy be tudjunk menni az ajtón. És a kérdés az, hogy utána mi következzem. Mert hogy a... tovább menni meg ott tudunk. Tehát valahogy meg kéne nagyítani olyan nagyra, de azt mi lenne, ha még itt lent csinálnám meg? Mármint, hogy innen a... erről a platformról. Na, lássuk. Így van, így már sima. És... ott kijövök. És ennek a tetején kéne végigmenni. Shit. Na, lássuk. Vagy akkor erre nem is tudom megnagyítani? Biztos, hogy át tudok onnan ugrani. Onnan oda. A tetőről meg oda. De mindegy is, mert bemenni biztos nem tudok. Akkor valószínű a szellőzőből kell ekkorára megnagyítani a dolgot. Jó, hát akkor úgy néz ki, hogy a terv az megvan. Hová? Még kicsi. Ó. És akkor most megpróbáljuk akkorára megnagyítani. Hogy... hát de itt nem tudok kimenni most. Nem lett elég nagy a vármi? Mert nem mentem eléggé össze. Akkor még nagyobbra csináljuk. De még mindig nem elég nagy. És ha itt most kimegyek, akkor mi van? Mondjuk
mondjuk... Jó. Meg lett hamar? Hát igen, ezt mondom, hogy van olyan része, hogy valakinek hamar megvan, valaki meg tököl vele egy csomó időt. Nem nagyon jut jobb eszembe az a baj. Közelebb tesszük. Túl nagy lett. Jó. Túlagyaltam. Túlagyaltam. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to thank you for triggering every single one of our 823 emergency protocols. This will assist us greatly in improving the system for future patients. Congratulations. Anyway, you're now headed in the right direction. And we should be able to initiate the emergency exit protocol shortly. Super. Hát igen, ez egy jó gondolat, hogy nem falazzák el a kijáratot. Na. Erre kell tovább menni. Gondolom. És most így egyre kisebb és kisebb leszek. Annak ott biztos, hogy van valami jelentősége.
felugrani rá. Vagy igen. Fogadjunk, nem így kell csinálni. Nem. Vagy igen? Túl nagy vagyok. Így még nem tudom majd felugrani. Hát a fene tudja. Nem tudom, miért ugrálok. Már legalábbis ennyit. Tudnám ezt úgy oda tenni, hogy nagy legyen. És át tudjak ráugrani. De arra kell menni, gondolom. Túl kicsi vagyok. Na jó, itt túl kicsi vagyok szerintem. Egy kicsit növekedni kéne.
Csak így meg már lehet, hogy túl nagy vagyok, mert nem férek be. Nem férek be. Csak egy picivel kéne kisebbet. Hát talán. Talán így jó lesz. Hát egy picivel, na. Na lássuk. Nem, még mindig nem jó. Oké. Ebbe be tudunk menni? Hát szerintem be. Jó, akkor még kicsinyítünk. Nagyjából. Még mindig nagy. Talán így jó lesz. Szondott para. Hát most csak átférnék. Ott nincs semmi. Mármint... Ó! Tehát mi van, hogyha... Hát igen, ebbe is van valami. Átteszem az ajtót.
Csak lehet, hogy rosszul áll. Aha. Akkor ez egy resi, ugye? Igen. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to thank you for triggering every single one of our 823 emergency protocols. This will assist us greatly in improving the system for future patients. Congratulations. Anyway, you're now headed in the right direction, and we should be able to initiate the emergency exit protocol shortly. Jó, megvan. Így túl nagy, nem. Ó, most még messze vagyok. Hát be tudom tenni a kulcsukba. Hát lehet, hogy be tudom tenni a kulcsukba. Hát valahogy leesett. Szuper, szuper. Tovább jöttünk. Még jó, kicsik vagyunk. Ott egy ház. Hát szerintem azzal a házzal kell nekünk most operálni. Kövi pálya, nagyon jó. Na megint hajnali 3 van. És most rögtön a backstage-be jövünk. A szolgálati folyosó. Emergency exit protocol initiated. Please prepare to conclude your Somnasculpt experience in 10, 9, 8. Error. Error logged by. Orientation protocol. Stand by for analysis. Kivételt kaptunk. Ez nem jó. Error analysis complete. You are exhibiting signs consistent with an increase in fear, hopelessness and frustration. This is inconceivable, as Somnasculpt therapy is proven to correlate with a decrease in these emotions. Hypothesis: patient was improperly oriented. Conclusion: impossible. Reformulating. Ébresztő. Improved hypothesis. Patient requires additional Somnasculpt therapy. Conclusion. Emergency exit protocol cannot proceed. Emergency exit protocol has been emergency destroyed. És akkor most mi csináljak?
Instruction, continue with Somnasculpt therapy indefinitely on an independent basis as all orientation resources have been exhausted. This concludes your standard orientation protocol. Goodbye. What? Most elkezdjük előről? Mi történik? És hogy megyek? És leestünk. Ó. Szóval most már teljes agymenés van. Itt volt valami lagzi. Hova kell menni? Ó. Oh. Tehát örökre itt maradunk? Dr. Glenn Pierce, thank you for completing the Somnasculpt Standard Orientation Protocol. Before you begin the first phase of therapy, I'd like to briefly describe the finite and fragile nature of the dream state. Egyre misztikusabb, hogy mi történik. És most hova? Na, semmit nem tudok csinálni. Thank you.
Hűha. Tehát itt a földön, vagy fal, itt nincs semmi. Csak ez a poroltó. De hát ez... Nem tudom, ezzel... Semmi nem lehet csinálni. Azzal se lehet semmit csinálni. Kiárat is leesett. Megint tönkretettem. Jó. Hát erre jövünk. Nothing is more challenging than the difficulty of changing perspective, of fundamentally altering your perceptions in a way that will enable you to face dire, trial-by-fire scenarios with solutions that could not be found otherwise. Kéne nekünk az a dobókocka, gondolom. Ajaj. Á, egy lépcső. Oda föl. Francba. Már megint. Na, itt egy lift. Ezen most nincs reklám. Kelet vagy nyugat? Hát nyugat látom, zárva van. Hát akkor marad a kelet. Vagy mégsem. Nem tudom, ezt most csinálja meg, de arra írja a kijáratot. Úgyhogy valamit oda kéne tenni. Vagy valahogy itt át kéne menni. Thank you.
Most szaladgálj itt körbe-körbe. Ez egy telefon. Ez egy palasz, de nem lehet megmozdítani. Nem tudom. Hát más nem jut eszembe, mint hogy rohangálok körbe-körbe. De azzal lehet, hogy semmit nem érek el. Nem jutok előrébb. De tényleg itt nincs semmi. Ennek semmi értelme. Na jó. Akkor érkezzünk meg. Itt nem látok semmit. Itt is csak ilyen szemetes. Visszafele nyilván semmi. Az ajtó ez. Erre sincs semmi. És így se látok semmit. Ide felugrottam, de nem tudom minek. Itt sincs semmi. Hát nem tudom. Cseles. Szeretem az olyat. Ez egy telefon. Nem szaladgálok itt körbe-körbe. És nem tudok semmit megfogni. Tehát nem akar, mintha nem akarnék kijutni. Hát azt egyféleképpen tudok, ha így ücsörgök. Tehát ha nem csinálok semmit. Mert úgyis mindig visszajutok az eredeti helyre. Hmm.
Menjék oldalvást? Vagy mi legyen? Vagy ne menjek sehova. Hát nem tudom. Haladok csak nem a kijárat fel. Nem tudom. Tanácstalan vagyok. Játék csak nem él. Para, én nem értem komolyan. Menjek hátra fele, vagy oldalazva, vagy hogy? Kitolatni. Most már kettő van. Ah. De most arra pont nem tudok tolatni. És hogyha emelre jövök, akkor lenullál, visszaáll, aha. De az előbb hogy kezdett el? Az előbb hogy? Köszi srácok. Oké. Ez tényleg kemény. Azért így. Soha nem jött. Hát rájöttem volna talán előbb-utóbb, de... Na. Köszi. Igen, para. Jó. Ott, ahogy látom, ott kell tovább menni. Hogy így csak így felugrálunk, gondolom én. Ah, itt van. Every patient, you must understand that it is possible to completely exhaust your supply of dreams, thereby entering a state in which you will not be able to wake up, even with the help of triggering mechanisms. Yo. És már ott is marad, mi?
túl egyszerű lett volna. Még csak most? Ninja Raku, még csak most kezdődik? Jó. Hűha! Melyik liftbe menjünk? Szerintem nem mindegy amúgy. Ott egy nyíl. Please listen carefully for the sound of an alarm clock, which will automatically play if you are approaching a destabilizing dream weight. Mi csodát? Konferencia. Na, és most hova menjek? Ó. Értem. Hát, mármint, hogy... Fog... És most hogy került ide? Pittyeg. Ah. Hát igen, para. Na, most leraktak minket a pincébe. This is highly unusual. It appears you have entered the Somnasculpt diagnostic framework. Patients do not have access to this dream. Ide kell jönni. Hát. Megpróbáljuk.
Diagnostic warning. Unrealistic use of dream objects may result in dream integrity fail states. Nem ide kell jönni. Vagy igen? Érdekes. Szól valami zene. Gondolom itt ez a bisztró. Ha jól látom. De hogy jutok oda? Hogy nem is oda kéne eljutni. Itt kicsibe szól a zene. Jó. Diagnostic warning. Paradox prevention protocols may not be fully implemented. Nem tudom, mit csináljak ezzel. Most kijövünk majd itt kicsibe. De ez nem jó. Vagy hát... Hát most ott kijövünk, és be tudunk menni. Nem tudunk bemenni. Diagnostic warning. Paradox prevention protocols may not be fully implemented. Ez érdekes. Az ördögöt kell így csinálni ezzel az épülettel. Hát igen, nem zsarákul, ez már itt tényleg. Az épületeket is tönkreteszem. Nem kijárat, tehát kijárat.
Mondom, arra kell menni. Hát vagy arra. Igen, ez mondjuk egyszerűbb. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and many years ago, I had a dream. I found myself in a place where I understood that each of us begins as nothing, where everything I perceived was shaped by seeing it exactly the way I wanted to. White space. White space. Világos. Nem reception, hanem deception. Szerintem erről jöttünk, ja. Tehát a white space. Csak odaérünk. Hát ez biztos, hogy rémálom ennyi irattal. Nem kijárat. Visszivat a játék. But in white space, I also faced the greatest challenge I could imagine. Because with a lifetime of life itself behind me, and all of the weight that it carried, I realized that seeing things the way I wanted to was not as easy as it used to be. Menjünk tovább. Ez valami gyárkémény, vagy micsoda? Most minek, vagy valami hajónak a kémény. Ó, egy villanykapcsoló. What?
Ez egyre durvább, srácok. Na most meg majd megyünk körbe-körbe megint. Hát lehet nincs a rákul. De már most körbe-körbe megyek megint. Arra nem lehet menni? Vagy onnan estünk le? Teljes elmebaj. You're well beyond dreaming now, and further out than anyone has ever come back from. But we hope that you won't get discouraged. After all, if this is a place of pure perspective, isn't it also a place where a different point of view could make anything possible? Isn't that why you came here? Sok figurák megint vannak. Shit. Értem. Awesome. Oda tudok lépni, ahol van sok figura? És át kell ugrani. Awesome. Jövünk. Nem, nem erre. Jó, de hogyha csak egy kockám van, akkor azt hogy? Hát srácok, én ezt nem tudom. Ha csak egy kocka van, oda hogy megyek föl?
így van sajt. Oda kéne rakni. Valami labirintus, mi? Ugrálhatnék le a végtelenségig kb. Tehát most legalul vagy... Nem. Most vagyunk legalul. Jó. Ez egyre jobb. Az óra. És megint a Wecker. My name is Dr. Glenn Pierce, and by now you may have realized that all of this has happened exactly the way it was supposed to. Again, everyone who comes to the Institute does so because they feel that they are no longer in control of something important to them. Often than not, the problem is not that the problems we face can't be solved. The problem is that we become so afraid of failure that we refuse to see our problems from a new perspective. And so, we do the same things again and again and again. And therein, of course, we find exactly the failure we were looking for. Igen, el kellett volna olvasni a szerződést, para, valóban. Your life will always be a struggle, and you will always have problems. But today, you have the chance to see things differently. Even though it meant facing obstacles that seemed impossible at first, you thought outside the box, and you overcame them. Because you saw things from every angle, you understood them for what they really were. Because you kept moving forward, no matter how far off the path you were told you were headed, or how unexpected it became, you found your way. Megtaláljuk az utat, ez kétségtelen.
few minutes, you'll be back in the real world. And some part of you will say that none of this was real. So how could it have really meant anything? But just like the power of perspective itself, it will have been as real as you believed it to be. All you've got to do is wait. Ennyi, srácok, ennyi. Köszi szépen, Ninja Raccoon, köszi, köszi. Hát, srácok, egy nagyon jó kis játék. Tényleg szuper. Ugye, amit olvastam, hogy tényleg ilyen indie fejlesztők játéka, hogy egy hatfős csapat előről para, hogy egy ilyen hatfős fejlesztő csapat készítette. És úgy zömében egyetemisták, tehát egyetemi hallgatók, ott a vezetők, tehát a Carnegie Mellon University-n tanul. Wikipedia forrás, kezeljétek így. De mondom, egy teljesen jó kis játék, kis puzzle-ös valami. Szerintem tényleg szuper. Én nagyon örülnék, hogyha a mi egyetemi hallgatóinktól is sok ilyen játékot látnánk. Mert azért egy ilyet összedobni azért, hát hogy mondjam, nem könnyű, de azért nem is egy megugorhatatlan dolog. Jó? Nyilván kell egy jó ötlet, egy jó kis sztori. Itt ugye a puzzle volt tulajdonképpen az, ami ilyen sztori, ha úgy tetszik. Mondom, egy ilyesmi játékot, egy létező ilyen Unreal vagy ilyesmi engine-re elkészíteni, azért nem egy lehetetlen kívás. Szakdolgozatra, aki szeretne ilyet készíteni, nyugodtan keressen. Jó? Úgyhogy mondom, és ennél több nem is kell tényleg, mert ez egy szuper kis játék volt. Nézzétek, még én is ilyen, hát mióta 3 órája megy kb. A stream, még én is 3 óra alatt végigjátszottam. Úgyhogy tényleg ez egy szuper kis gémek ezek. Na és ez látszik is, hogy Unity Engine-es. Úgyhogy... mondom, tényleg... tényleg szuper. Mondom, a puzzle-ök... hát azért egy-kettőnél megizzadtam egy kicsit. Jó, hogy itt voltatok és egy picit súgtatok. Mert lehet, hogyha ezt egyedül játszom magamban, már a felénél kikapcsolom. Úgyis elővettem volna megint, de... akkor lehet, hogy kicsit kevesebbet küzdök. Hát reklámhelyet, tudod, a szakdolgozat az olyan, hogy... köszönjük, hogy álmodott. Oké, és... tehát tudod, a szakdolgozat az nem különösebben ilyen versenykategória. Ahogy gondoljátok, oda veszitek fel a szakdolgát. Jó. Ugye ez lett volna az eredeti címe, hogy Museum of Simulation Technology. Hát jó. Úgyhogy... nem mondom, tényleg egy szuper kis game. A demónak ez volt. Jó. Na, nem tudom, hogy vége már a... segítsetek. Hogy most már arra vár, hogy kattintsak, vagy... Még lesz valami. Nem akarom elkattintani a kreditset. Lehet kattintani. Jó. Na hát, ennyi volt. Én tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy tényleg javasoltátok nekem ezt a játékot. Tényleg egy élmény volt, egy ilyen jó kis vasárnap délutáni puzzle game. Kis könnyed, semmi lövöldözés, semmi ilyesmi. Kell ez néha, jó ez néha. Jó, úgyhogy tényleg köszi, hogy kértétek és ajánlottátok. Én nekem nagyon tetszett, szerintem nagyon szuper volt. Na,
Én akkor ezzel meg is köszönném a figyelmeteket, tényleg köszönöm a followokat, cheereket, donéteket, mindenféle hozzájárulást, de legfőképpen azt, hogy itt voltatok és néztetek. Sajnos para most nem mehet, mert nekem még dolgom van, meg el is kell mennem. Úgyhogy menni fog majd a Hunt jövő héten. Hát, majd meglátjuk melyik nap, ahogy sikerül. Előtte én is azért leszedem meg kicsit, majd hát föltelpítem, megnézegetem, és utána majd játszunk mindenképpen. Jó. Na, tényleg búcsúzom. Én kívánok nektek további szép hétvégét, a kicsi, amíg hátra van belőle. Legközelebb kedden találkozunk, játszani fogunk, majd meglátjuk, hogy mivel. Tényleg még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Szép napot. Sziasztok!